Most beállítom a felhasználókat csoportokba, hogy meg tudjam nézni, hogy a Moodle-ban hogyan lehet csoportokat kezelni egy kurzuson belül. Ahhoz, hogy ezt meg tudjam valósítani, ellenőröznöm kell, hogy be van-e kapcsolva a portál adminisztrációba ez a lehetőség. Ha nincs, akkor elmegyek a portál adminisztráció fejlesztés kísérleti menüpontba, kísérleti beállításokba, és ott bekapcsolom. Én már ezt előre bekapcsoltam, tehát ezt nekem nem kell megtennem. Visszatérek a kurzusomhoz. Létrehoztam a csoportosítás bemutatásához egy tesztkurzust. A tesztkurzusnak van már beiratkozott felhasználója. Ez a 4 darab, 2-t az A csoportba fogok besorolni, 2-t pedig a B csoportba. Létrehozom a csoportokat. Létrehozom először az A csoportot. És utána létrehozom a B csoportot. Hogyha létrehoztam a két csoportot, akkor tagokat vehetek föl. Először az A csoportot kiválasztom. A kurzus tagok közül tudok hozzáadni tagokat. Hozzáadom ezt a 2 tagot. Visszamegyek a csoportokhoz. A B csoportot is hozzáadok 2 felhasználót, méghozzá 2 B felhasználót, az egyszerűség kedvéért. Jó, hogyha megvannak a csoportok, akkor a kurzusomba, illetve máshol is érvényes lehet majd, csoportosításokat fogok létrehozni. Létrehozok egy olyan csoportosítást, amelyiknek az a neve, hogy az A csoport. Majd létrehozok egy olyat, amelynek az a neve, hogy B csoport. Amikor megvan a két csoportosítás, akkor látom, hogy mind a 2 csoportosítás még üres. Ezekhez a csoportosításokhoz lehet adni csoportokat. Az A-hoz hozzá fogom adni az A csoportot. A B-hez hozzá fogom adni a B csoportot. Ezzel kész is vagyok a csoportosítással.